Csá népek! Polákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát az SHPTK TVP-vel, a 8-as Cseszkó TD-vel. Nagyon szeretem ezt a kis verdát, remélem hamarosan meg lesz az első gun markom. Már azon dolgoznom kell rendesen. A pálya sztyeppe, full 8-asban vagyunk egy köcsöggel a csatában, és sajnos módon én ezt nem fogom túlélni, meg arra sem emlékszem, hogy igazából megnyerjük-e vagy sem, mert nem, tehát az nincsen meg. Na, nyomok speed boostot és jövök ide az AMBT környékére, mert hát valamit kéne lövöldözöm, csak az AMBT sem nagyon megy előre. A lightjaink meg ben kommandóznak, na mindegy, próbálok nekik segíteni. Hát itt lesz egy kevés misszelés is, Balacskus itt ben sniperkedik, megvan a GF, hello Leo. Ezt előttem 386, amúgy 410 vagy 420 az alfánk, ha izén a repesznek. Kellemetlen, elrontom ezt a lövést is. Nem mind a szart, elfelejtettem, hogy egy kicsit lassan száll a repesze, ami egyáltalán nem akkora probléma, csak Zozi egyszerűen béna. Viszont most velem volt az RNG. Na és akkor jön az UDES 14-5. Csodálatos, nem is annyira akartam foglalkozni. Mondom, majd az S1 eljátszik vele, meg az összes többi. Én inkább elhúzom minden a kis belecskémet, vagy pozíciózok, mert Balacskó lement spotolni. Ja, megjött a 274, ja, jó, akkor innen húzunk elfelé, mert nem, ez így nem buli. Az estérvényeket meg is szedték már a Sport 1-et. És akkor próbálok valami pozícióba állni, hogy netán tudjak valamit lövöldézni, céllövöldézni. HVG-nk is csak úgy létezik. Nem tudjuk minek, de van. Értem én, hogy passzív scoutkodni akarsz, hanem a mappon csak azon, csak itt nem feltétlenül sikerül. Nem is erre az oldalról indulva. Na, megvan Rudes barátunk. Kicsit még pozícionálódok. 271 nem játszik. Igen, ott van a fiú. Tudtam neki adni egy nagyon nagy szép rolt. 250-es alfahoz képest a 280 nagyon király. Megjött 274 aladár is. Hello Leo. És már is indultak az bázisokra a TD-k, mint láthatjátok a minimappon. Hát lesznek gondjaim. Elég sok, mert igazából lelövöm nektek a point, az is fog szarrá lőni. Hát próbálok supportkodni, és átváltottam már goldra, csak egyszerűen Zozi béna is nem tudja előni. Ez van. Nekem sem jött össze minden, tudom. Hát ez most bementem, vagy nem ment be, lövésem nincsen. A T-92 is tör előre, mint a tatár, hát meg az isú is, hát egyiket sem tudok egyelőre foglalkozni. Isú benn van a zárokba, T-92 itt szotyizik, róla is lemaradok. Isúról lemaradok, lassan felsejlik mindjárt az RHM, meg a faszom se tudja még mi, Szuszász 30 PM. Igen, nagyon jön az a T-92, szerencsére G-sor elbombázta. Na és akkor mindjárt át is váltok repesze, ha jól emlékszem. Szuszász 30 PM, igen, majd utána kap egyet, és innentől kezdve repesze, mert szegény Szuszász 30 PM utáni fog engem, mert full HP-ról én fogom kibombázni innen. Betöltöttem, nice, 408. A 448-as DPM, ez valami vaddisztó. Ilyen utoljára a Tigrisemnek volt a DPM-e, valami hasonló még annak idején. Kapott az R3 is egyet vakon. És sajnálatos módon már közeleg a halálom, mert kapok egyet az R3-től, meg kapok majd egyet az isútól is. Onnantól kezdve végem is lesz. Ez van. 5-3-ra megyünk egyelőre. Hát igen, sajnálatos módon problémáik lesznek. Én is hülye voltam, hogy itt maradtam. Sajnálatos módon ez van. Ott az R3. Bam! 262 és akkor egy RHM. Pedig egész jól tolhatunk visszafele, de kevés volt, és az RHM-en turulcső van. És akkor most. Na! Igen, ez egy szemléltető csata volt, hát nem ennyi a damázsom szerencsére. Mert ha jól emlékszem, akkor 3K fölött végeztem. Igen, mint mondtam nektek, hogy nagyon papírok vagyunk, és az ágyú lehajlás is meg tudja keseríteni az életünket, de viszont a magyar patkánynak jól jött az isúval. Ő szépen kibombázott, jó van, nem bond, fog ez majd még visszaütni is. Na, úgyhogy láthatóban van 2 killem, 2650 damázs, meg ugyebár még volt egy vaklövés az RHM-ben, még egy azt hiszem az isúba, úgyhogy 3, valamennyi, de nem vagyok benne biztos, hogy mennyi az annyi. De szerintem elvesztettük ezt a csatát, nem tudom, majd a lőlapot megnézitek, de szerintem már láttátok, én meg nem emlékszek rá. Ez van, csá népek!